Sziasztok! Ez itt az Access Point Kft. Vlog második adása. Előző adásunkban bemutattuk a Shia Alpha Plus 2-t, ebben az adásban bemutatjuk, hogyan kell ezt beállítani, és egy érdekes esettanulmányt egyik partnerünkről. Az Alpha Plus 2 beállítása nem egy egyszerű feladat. Maga rádiós interfészek beállítása az ugyanúgy néz ki, mint az összes többi rádiónál, azt nagyon egyszerűen be tudja mindenki állítani, viszont a switch oldali része az egy annál nagyobb kihívást jelent, mind számunkra, mind a legtöbb ügyfelünk részére. Máté szakáról 8,2 km-re telepítettük ezt a Shiai linket, egy 90-es, illetve egy 60-as antennával. A telepítés során előbb a multicastot, az IPTV szolgáltatást indítottuk el előbb. Problémát nem tapasztaltunk, működött szépen, viszont mikor a meglévő netes forgalmunkat egy régebbi antennáról átterheltük az új antennára, erre a Shiaira, a webböngészés több ügyfélnél nagyobb adatforgalomnál nem működött. Ebben az esetben az a probléma adódott a Shia Alpha Plus 2 rádióval, hogy az egyes interfészen lévő multicast adatforgalom tökéletesen működött. A kettes interfészen lévő adatforgalom, amit internetre használtak, a HTTP oldalakat rendkívül lassan töltötte be, viszont a ping idő az stabilan 1 millisekundum alatt volt. Lejöttünk a helyszínre, és a Shia Support szoros együttműködésével detektáltuk a hibát, és kicseréltük az Alpha Plus 2 rádiókat egy másik Alpha Plus 2 párra, amilyen nem jelentkeztek a hibák. A csere után rájöttünk, hogy a új felszerelt eszközök más szoftververzióval rendelkeznek, és ebből sikerült megállapítanunk, hogy a problémát a hibás szoftververzió okozta. Ez volt tehát a második adásunk. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van, jelezzetek bátran, hamarosan jelentkezünk a következő adással. Sziasztok!